A férfit még júliusban műtötték meg, majd kemoterápiás kezelést kapott, és most úgy tűnik, végre jóra fordultak a dolgok, ugyanis minden lelete negatív lett. Most leginkább pihenéssel, kisebb sétákkal, főzőcskézéssel tölti idejét, de főként a teljes felépülésre koncentrál. Főbb motivációi között volt a gyógyulás alatt, hogy túl akarta élni Bence gyilkosait, akik közül ketten a mai napig börtönben vannak. Az orvosok azt mondták, nem fogom túlélni, de én eldöntöttem, hogy nem hagyom magam, mesélte Gyöngyi Sándor a Borsnak Mosonmagyaróvári otthonában, ahol a lányával él immáron 5 éve. Ennek ellenére néha még visszajár a régi házukba, ahol Bence dolgai azóta is úgy vannak, ahogy azt a kisfiú hagyta. Időnként szükségem van rá, hogy hazamenjek és felidézzem a közös emlékeket, aztán néhány nap után el kell jönnöm, mert túl fájdalmas. Sándor mára megerősödött, szerinte betegsége egyfajta figyelmeztetés volt a sorstól, hogy nem maradhat többet abban az állapotban. Ugyan a tragédia után hosszú ideig a karácsonyt sem ünnepelte, tavaly először megtartotta a lányával a szentestét, tudva, sajátjaként szeretett kisfia is velük lesz. Idén is ezt tervezik. Küzdök tovább kitartóan, hogy teljesen felépüljek, a lányomért, önmagamért, és tudom, Bence is nagyon büszke most rám.